nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntelek benneteket, hiszen nagyon sokakkal ugye tegeződünk, hiszen évek óta, sőt talán mondhatjuk már évtizedek óta is ismerjük egymást. És megmondom, hogy ma reggel, amikor felkeltem és zuhogott az eső, akkor az volt az első gondolatom, hogy úristen, a közönség megfeleződik, és esőben nem fognak jönni a mai előadásra. De hát Önök, ti vagytok az a korosztály, akikre mindig számíthatunk. Tehát ezért is nagyon szeretünk a szépkorúaknak programokat szervezni, mert mindig lehet rátok számítani, mindig mindenhol ott vagytok, amikor segíteni kell, amikor kikapcsolódni kell, amikor mulatozni kell, mindig mindenhol ott vagytok, és ezt nagyon szépen köszönjük nektek. És ezzel a gondolattal hívnálak is benneteket, biztos nagyon sokan hallották már, akik különböző nyugdíjas klubokba járnak, hogy október 14-én a Vigadóban készülünk egy újabb zenés programmal. A Táncdal Fesztiválok korát fogjuk idézni, úgyhogy akit érdekel, akkor október 14-én a Vigadóban várunk mindenkit. De hát térjünk vissza a mai délutánhoz, hiszen az Idősek Világnapja alkalmára mindig igyekszünk valami érdekes műsorral készülni. Ma is így próbáltunk tenni, egy színdarabot fogtok ma látni. Reméljük, hogy nagyon jól fogtok szórakozni, és utána természetesen a nyugdíjas terembe egy kis elemózsiával is készültünk, egy kis fogadással, úgyhogy a színdarab után ne siessetek haza, hiszen várunk egy kis vendégségre, egy kis beszélgetésekre mindenkit. De mindezek előtt felkérném Darázsi Kálmán polgármester urat, hogy köszöntsön benneteket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves szépkorúak, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Valóban, itt reggel még mikor a bölcsőde átadót csináltuk, 9:30, akkor még zuhogott a városban az eső, de hála az égnek mostanra kivirult az időjárás. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek és elfogadták meghívásunkat. 1991. október 1-én volt az első Idősek Világnapja. Az ENSZ ekkor döntött arról, hogy ezen a napon fogják ezt a napot megrendezni. Azért volt erre szükség, hogy ugye felhívják a méltóságteljes időskorra az embereknek a figyelmét, a világ figyelmét. Ugye a tudomásul kell vennünk, nekünk fiataloknak, hogy a világ Önökkel kezdődött el. Önökkel, apáinkkal, anyáinkkal, nagyanyáinkkal, nagyapáinkkal. Ezt minden korosztálynak tudomásul kell venni. Most én azt gondolom, hogy egy nagyon nehéz időszak előtt állunk. Az Önök tudására, arra a tudásra, amit a életük során felhalmoztak, arra most van leginkább szükség, arra, hogy ennek a fiatal társadalomnak, ami most felnövekvőben van, át tudják adni azt a tudást, hogy igenis van élet mobiltelefon nélkül, van élet internet nélkül, nagyon sok van élet wellness hétvége nélkül, akkor is éltek emberek, mikor még ezek nem voltak. Hogy az internetet böngésztem, ugye, és a Idősek Világnapjával kapcsolatban kerestem dolgokat, ugye folyamatosan azok a dolgok jöttek velem szembe, hogy ugye öregszik el a társadalmunk, gyakorlatilag nagyon sokan nyugdíjba mennek, összeomlik a nyugdíjrendszerünk. Ugye jobban beleástam magam, utána néztem ennek a dolognak, és ugye, hogyha csak Magyarország tekintetében nézzük, hogy mi is történt itt az elmúlt időszakban, akkor ez a változás, ez gyakorlatilag a második világháborútól indult. Ugye a második világháborúban nagyon nagy vérvesztességek érték az országot, ezért mindenféleképpen szükséges volt az, hogy valamilyen módon ugye a társadalmat úgymond fellendítsék, és amint Önök is biztos hallották már, abban az időszakban az 50 és 56 közötti időszakot hívták ugye a Ratkó korszaknak. Ugye a Ratkó korszak Ratkó Anna
nevével fémjelzett időszak. Ugye ő először 49 és 50 között népjóléti miniszter volt, 50-től 53-ig pedig egészségügyi miniszter volt, és a nő ő nevéhez kötik ezt az időszakot. Ebben az időszakban, ebben a 6-7 évben 600 ezer gyermek született Magyarországon, valóban nagy hatással volt Magyarország demográfiai alakulására. És ugye ezek a gyermekek, akik akkor megszülettek, tovább vitték ezt a dolgot, és vannak Ratko unokák is, és nyilván ezek a 70 és 79 között születettek, úgyhogy én még pont belefértem. És azért érdekes ez a dolog, mert ugye a különféle ilyen pénzcentrumok azt vizionálták, hogy mikor a Ratko gyerekek nyugdíjba mennek, itt össze fog omlani a nyugdíjrendszer. De én olvastam már azóta további elemzéseket is, és gyakorlatilag szerintem az igazi nagy probléma az akkor jön el, mikor a 70-től 79-ig születettek elmennek ugye nyugdíjba. Ez még egy kicsit azért messze van, de azért számítani kell rá, és én szerintem a tavalyi évben is elmondtam, hogy ezért fontos az, hogy tényleg a családokat, a gyermekeket, a önök családját is mindenféleképpen arra kell motiválni, és abban kell erősíteni, hogy nagyon fontos az, hogy gyermeket vállaljanak, nagyon fontos az, hogy legyünk, minél többen legyünk, nem csak azért, hogy legyen, aki a nyugdíjat fizeti majd, hanem legyen olyan is, aki él ebbe a társadalomba, él ebben az országban. Szeretnék egy történetet felolvasni azzal kapcsolatban, hogy egy unoka és egy nagyapa beszélgetése kapcsán mi a gondolat egy unoka részéről, és mi a gondolat egy nagyapa részéről. Remélem, én lehalkítottam. Tehát a címe az, hogy hány éves vagy nagyapa. Egy este az unoka nagyapjával beszélget, egyszer csak hirtelen megkérdezte: nagyapa, hány éves is vagy? A nagyapa így válaszol: hadd gondolkozzam egy kicsit. A televízió, a gyermekbénulás elleni védőoltás, a fénymásológép, a kontaktlencse és a fogamzásgátló tabletta előtt születtem. Nem volt még radar, hitelkártya, lézersugár és pengekorcsolya. Még nem találták fel a légkondicionálót, a mosógépet, a szárítógépet, a ruhát egyszerűen kitették száradni a friss levegőre. Az ember még nem lépett a Holdra, és nem léteztek sugárhajtású utasszállító repülőgépek. Nagyanád és én összeházasodtunk, és azután együtt éltünk. És minden családban volt apuka és anyuka. Én a számítógép és a kétszakos egyetemi képzés és a csoportterápia előtt születtem. Az emberek nem analizáltatták magukat, legfeljebb amikor az orvos vér- vagy vizeletvizsgálatra küldte őket. 25 éves koromig minden rendőrt és férfit uramnak szólítottam, minden nőt pedig asszonyomnak vagy kisasszonynak. Párjuk a galamboknak és a nyulaknak volt, nem az embereknek. Az én időmben, ha egy hölgy felszállt az autóbuszra vagy a villamosra, a gyerekek és a fiatalok mindenki másnál hamarabb álltak fel, hogy átadják neki a helyüket. De ha állapotos volt, helyére kísérték, és ha kellett, megváltották a jegyét, és odavitték neki. A nő elsőként lépett ki a liftből, alátolták a széket, hogy leülhessem. Egy férfi sosem üdvözölt úgy egy nőt, hogy ne álljon fel. Már a székről. Ezt pontosítani kell. Az én időmben a szüzesség nem okozott rákot, és családi erény bizonyítéka volt a lány tisztasága a férj számára. A mi életünket a 10 parancsolat, a józan ész, az idősebbek és az érvényes törvények tisztelete szabályozta. Bennünket megtanítottak arra, hogy különbséget tegyünk jó és rossz között, és hogy felelősséget vállaljunk tetteinkért és a következményeikért.
A komoly kapcsolat azt jelentette, hogy jóban voltunk unokatestvéreinkkel és barátainkkal. Ismeretlen volt a vezeték nélküli telefon, a mobiltelefonról nem is beszélve. Sosem hallottunk a sztereózenéről, az URH-ról, a kazettás CD-ről, a DVD-ről, a számítógépről. Az órákat naponta fel kellett húzni. Semmi digitális nem létezett, sem órák, sem világító számos kijelző, a háztartási gépeken sem volt semmi hasonló. A gépeknél tartva nem volt pénzkiadó automata, se mikrohullámú sütő, se ébresztő órás rádió, hogy a videómagnóról és a videókameráról ne is beszéljek. Nem léteztek azonnal előhívható színes fényképek, csak fekete-fehér képek voltak. Előhívásuk és másolásuk több mint 3 napig tartott. A színes képek nem léteztek. Nem hallottunk Pizza Hutról vagy McDonald'sról, se instant kávéról, mesterséges édesítőkről sem. Az én időmben a fű olyasmit jelentett, amit nyírtak, nem szívtak. Mi voltunk az utolsó nemzedék, amely azt hitte, hogy egy asszonynak félre van szüksége ahhoz, hogy gyereke legyen. És most mondd, szerinted hány éves vagyok? Hát, nagyapó, szerintem legalább 200 éves. Nem kis unokám, csak 65. Én pont erről a tudásról beszéltem, és rengeteg olyan dolog van még az életben, amiről beszélhetnénk. Például az arról, hogy fel lehetett valamikor építeni családi házakat úgy, hogy nem kellett hozzá kivitelező. És nagyon sok olyan dolog van az életben, ami mostanra sokkal jobban megbonyolódott. Úgyhogy én csak azt tudnám önöktől kérni, hogy ezt a tudást adják át a fiatalság számára. Én önöknek jó egészséget kívánok, és további hosszú-hosszú életet, és a Szekér Színház előadásához nagyon jó szórakozást. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Hey, te Mári, ne fuss el, én előlem ne fuss el, te leszel a feleségem, én leszek. Hogy víjunk ki azt a gerendás éjjel. Csak hogy elhallgattak. Te, Mári, hát most mi lesz? Ezért hittál annyira, hogy kérdezz? Hát mi voltunk a legjobb barátnők? Az állt jó, hogy együtt is van az esküvők. Hát nem üli egyik a másik után. Hát az már igaz, mert ha valamelyikünk előbb lett volna beszántva, hát akkor a másik csak messziről sírva nézhette volna, hogy mikor jön el az ő ekéje is. Aztán a faluban sem tegnap volt ekkora esküvő. Még rajtszerre. Aj, Mári, de én elveszítelek. Én is téged. Tiszta szobába. Búcsúzni. Búcsúzni? Hát de hiszen egy faluba férjünk még. Hát csak találkozunk. Jaj! Hát tudod te, nem úgy értem. Hát a leányságunktól búcsúzzunk. Jaj, tényleg? Hát az ott van a szép leányidőktől. Mári! Ennek vége. Szülni kell. Akkora valagunk lesz, hogy úgy hozzák utánunk, úgy nézünk majd ki 10 év múlva, mint bármelyik hímes asszon itt monoron. Hát nem úgy van, na, ha vigyázol magadra. Mári! Hát az nem jó. Ha vigyázol, az urad is, a szülék is, csak sugdosnak. Kinek vigyáz magára annyira ez a Mári? Rossz hírbe kevernek. Az urad verni fog, anyósod megátkoz. Jó az.
Hát akkor ezért ilyen minden asszony itt a faluban. Ezért, most már tudod. Jaj, te nagyon okos vagy, Mári. Hát nem lehetek úgy férjő, hogy nem beszéltem át veled az ügyet. Hájsze, én sem tudok többet, mint te. Csak nagyobb a beleérzésem. Hát beleérzel-e a házasságunkba? A jövőbe, Mári? Abba? Ne. Csak a múltba? De abból is tanulhat az okos asszony. A múltból é? Abból. Miért? Te tudod, hogy lett egyáltalán az asszony? Hát melyik? Melyik? Hát akik eddig voltak, és akik mink is leszünk eztán. Nem a házas asszony, hanem eleve a nő. Honnan tudhatnám meg? Hát onnan, hogy most elmondom. Gondoltam. Na. Mikor az Úristen befejezte a világ teremtését, még utoljára földből és lélekből megteremtette Ádámot. És az Úr erős gyönyörködött benne, és mindjárt belé helyezte egy szép nagy kertbe, a paradicsomba. Hát de miért férfit teremtett magának először? Hát az Úr férfi, nem? Hát miért nem asszonyt teremtett magának? Á, mert a férfiakhoz volt hajlandósága. Vagy mit tudom én? A lényeg, hogy így volt. Na. Ádám erőst jól érzette magát egy darabig. Sétálgatott, minden szépet megnézegetett. Látta, hogy minden állatnak van társasága, párja. De olyan forma valaki, amilyen ő volt, nem kapódott egy sem. Oh. Fogta magát, és beült egy paradicsomfa alá, és nézte az állatok, hogy játszódnak egymással. Hogy játszódnak? Azt mit játszottak mi? Éppen egy macska és egy nyúl kergetőzött a fa körül. Azt abból mi lett vakond? Mi lett volna? Hát a keveredésből. Hát az a férfi is keveredhetett volna valami nagyobb befogadó jó állattal, nem? Tedd félre a fantáziádat, Mári! És hallgass! Ahogy a macska és a nyúl kergetőzött, egy fészekből kiesett egy mátyás madárnak a fiókája. A macska mindjárt odaszökött, megragadta. A madárkának a macska körmétől egy csepp vére kihullott. A nyúl a madárka pártjára állott. Nem hagyta, hogy a macska befalja. A macska felharagudott. Mérgében megkörmölte a nyulat. Hol? Hol? Hát a paradicsomban! Jaj, nem úgy kérdem. Hát a nyúl vastagbundás, szőrös. Hát hol lehet megmarni? Hát akkoriban még minden állat mesztelen volt a paradicsomba, mert igen meleg volt. Mindenki mesztelen? Mesélem tovább, hogy okulj! A mesztelen nyúlnak is kisarkent egy csepp vére. Vagy kettő. Meglátta ezt Ádám. Felkapott egy botot. A mesztelen macskának a lábát megsebezte. Sst! Abból is kisarkent egy csepp vér. Ezzel az állatok megcsendesedtek.